Egy egyszerű állásinterjú is óriási kihívást és nehézséget jelenthet a hallássérült emberek számára. Éppen ezért a Magyar Tudományos Akadémia kutatói a világon egyedülálló módon olyan tolmácsgépet fejlesztettek, amely megkönnyíti a siketek és az ép emberek közötti kommunikációt. My name is Peter. A kesztyűbe szerelt mozgásérzékelők a kéz mozdulatait digitális jelek kialakítják át. Felhasználó testre szabhatja úgy a programot, hogy tetszőleges gesztushoz, tetszőleges betűt, szöveget vagy mondatot tanít be, tehát így egy gesztussal nem csak egy betűt, hanem akár egy teljes mondatot is felolvashat a telefon. A fejlesztésben egy jeltolmács és egy születése óta siket fiatalember is részt vett. A világ más részein is voltak már kísérletek arra, hogy hasonló készüléket gyártsanak, de ez volt az első valóban használható eszköz. A fejlesztők most azon dolgoznak, hogy a jelenleg angol nyelvű szóadatbázist magyarra cseréljék, és elkészítsék a magyar felolvasó programot. Egységesíteni kell a különféle felhasználók különféle mozdulataiból hasonló jeleket előállítani. Ezen kívül ugye műszaki kihívás az, hogy a kézméretek mások, ezért a mozdulatokból a megfelelő hasonló jeleket szintén előállítani. A tolmács kesztyű akár 2 éven belül a boltokba kerülhet. Egy a civil szféra és az önkormányzat kapcsolatát erősítő program keretében a Hegyvidéki Önkormányzat közös projektet hozott létre a Dévény Anna Alapítvánnyal. Ennek a projektnek az volt a lényege, hogy azokat azt a speciális fejlesztő terápiát, amit a Dévény Anna módszernek nevezünk, azt hogyan tudjuk eljuttatni úgy az egész ellátórendszerbe, hogy segítse a közösséget. A másik fontos eredmény, hogy sikerült megalkotni egy 2016-ig szóló cselekvési tervet is. A következő 2-2,5 esztendőre ez a stratégia meghatározza, az önkormányzat milyen tevékenységgel, milyen célrendszer alapján fogja a civil kapcsolatait erősíteni. Ezt én nagyon fontosnak tartom, hiszen így egy tervszerű működés indul el. Az elmúlt egy évben nem csak cselekvési stratégiát dolgoztak ki, de megkezdődtek az előkészületei egy civil közösségi központ létrehozásának. Ez otthont adhatna a helyi civil szervezeteknek. A kerület vezetése, Pokorni Zoltán polgármester úr nagyon támogatja ennek a civil központnak a létrejöttét. Polgármester úr úgy ítéli meg, hogy nagy szükség van arra, hogy a civil szervezetek megtalálják a helyüket, legyen számukra egy segítő szál, akihez fordulhatnak. A közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken elnevezésű projekt uniós és állami támogatással valósult meg. Hiánypótló klub indult a kulturális szalomban. 2 hetente csütörtökön várja az érdeklődőket a Hegyvidéki Oszteoporózis Klub. A klub első előadását dr. Hacsunc Marina főorvos, a Szent János Kórházban működő oszteoporózis centrum vezetője tartotta meg. Meg kell előznünk a csontritkulást, hiszen a csontritkulásokat sajnos törések kísérik, és a törések következménye sajnos nagyobb halálozással járhat egyes csontok törései esetén. A csontritkulás megelőzéséhez, illetve a folyamat lassításához elengedhetetlen a kálcium és a D-vitamin bevitel a szervezetbe. Ezen felül pedig a rendszeres, gyakori testmozgás is nagyon fontos. Ezért a klub foglalkozások alkalmával az előadásokat mindig torna követi majd. Legközelebb szeptember 25-én csütörtökön 14 órakor várják az érdeklődőket a Hegyvidéki Oszteoporózis Klubba a kulturális szalomban. We'll